Barcsai Jenő 1926-ban tevékenykedett Makón, majd 1928-ban Szentendrére került, ahol le is telepedett. 1988-ban hunyt el. Életében rengeteg tanítványa volt, közéjük tartozott Balogh László, Dein Pál és Konok Tamás. A Makói Múzeumban az ő és Barcsai Jenő munkáiból nyit kiállítás. Ezek mind úgynevezett szitanyomatok, amelyek tulajdonképpen a grafikai sokszorosításnak egy sajátos válfaját képezik, de ma már egyedieknek számítanak. Na most Barcsai Jenő a 70-es években ismerte meg ezt a technikát. Azért nagyon érdekes, mert Barcsai Jenő ugye művészeti anatómiát tanította a képzeti főiskolán, ugye ez a legendás könyve, amit ki is van állítva, világszerte ismert. Az egy teljesen más szemléletet mutat. Ezek egy geometrikus, konstruktivisztikus rajzi világot jeleznek. A Barcsai Jenő alapítvány a festő halála után egy évvel alakult, jelenlegi formájában 2006 óta működik. Ők adják ki a Barcsai díjat és a jutalmat, illetve ők szervezik a kiállításokat is. A térségben Temesvár, Szeged és Vásárhely után Makóra is megérkezett. Ez a Vándor kiállítás 28. állomása. A kiállításnak az a célja, elsősorban a határon túli úgy művészeknek, mint művészpártoloknak, hogy közelebbről megismerjék a Barcsait és tanítványainak a műveit, és úgy szintén az együvé tartozásunknak a megerősítése. Azok a nemzetek, mondjuk a románok, vagy a szerbek, vagy azok, hogy ők maguk is megismerjék, és közelebbről lássák, hogy tulajdonképpen ez a magyar kultúra, ami is ez a magyar művészet, amit mi bemutatunk, ez tulajdonképpen egy, mondhatnám azt, hogy európai és talán világszintű is. A Vándor kiállítás augusztus 18-áig látható a múzeumban.